Kedves nézőink, már is kezdődik az a műsor, amely 15 éve szórakoztatja önöket, és ahol a vendégek is igazán jól érzik magukat. Egy show, melynek házigazdája sok száz képzeletbéli fotóalbumot lapozott már fel. A pódiumon Bence Attila. Köszöntöm a kedves nézőket, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Köszönöm az Alexandra pódiumnak, hogy ezen a gyönyörű helyen forgathatok. Üdvözlöm a mestert, Fodor Jánost, aki elfogadta a meghívásomat. Szervusz! Mindig zavarba hozol ezzel a mesterrel, bár azt gondolom, hogy rendben van, hogy én egy kicsit előbb kezdtem, vagy talán mást is tudok, mint te, de nekem a mester azért még mindig a Vitrai, meg a Szepesi, szóval egy korosztályjal előbbre vannak az igazi nagyok. Őt is mesternek hívom, ha beszélünk, de az az igazság, hogy olyan dolgot alkottatok akkor, ami helytálló. Tehát megismernek téged. Hány éve nem vagy képernyőn? Hát nem számolom már. Na, te régen nem. Nagyon. De azért ahova megyünk együtt, mindig téged ismernek meg, szóval azért, na, te érted, hogy ti olyat alkottál, és azt te találtad ki. Te szerkesztetted. Ez egy nagyon-nagyon szerencsés időszak volt egyfelől, azt kell, hogy mondjam. Nem csak azért, mert monopól helyzetben volt a Magyar Rádió, illetve a Magyar Televízió az én két munkahelyem, ami eddig szinte összesen volt, hanem azért is egy fantasztikus időszak volt, mert akkor nagyon sok mindent ki lehetett próbálni, szóval az egy iszonytató helyzeti előtt. János, bocsáss meg, sokat is kellett, sokat ki tudtál próbálni, de sokat kellett tudni, hiszen nem volt más. Jó, mindent ti csináltatok. Jó, ez igaz. Vagy majdnem igaz, minden esetre nyilván ott is voltak jók, jobbak, gyengébbek és még gyengébbek, és ezek közül meg most is sokat látunk. A gyengébbekből. Hát igen. Képzeld el. De nem rácéloztak. Civilben is elfelejtettem mondani, volt egy rendezvényem, ahol a Kovács Péjóskát kértem fel műsort vezetni. Na csak. Hát olyan profi volt, és úgy készült fel, ahogy még anno. Tudod, volt egy lap, ami minden át volt írva rendesen, kézzel, egy gyönyör illata volt az egésznek. És jó volt. Jó volt a régi. Jóban voltatok, igen, vagy nem szereted a Jóskát? Nem voltunk nagyon jóban, nem voltunk rosszban, nem volt különösebb viszony, de tény, hogy az akkori kor egyik meghatározó személyisége volt. Nem gondolom azt, hogy, és azért ezt fontosnak tartom, nem gondolom azt, hogy azt a tévképzetet kéne bárkibe is kelteni, hogy a idézzel beteszem, az öregek jobbak, mint a fiatalabbak, szóval ez azért nem egészen így van. Most is vannak elképesztően tehetséges fiatalok. Az más kérdés, hogy milyen lehetőséghez jutnak, és hogyha lehetőséghez jutnak, akkor hagyják-e őket jónak maradni, vagy abszolút elnyomják a kommersz irányába, az ostoba, bugyuta, nem tudom én mibe. Mert a tévé meg rádiót csináló emberek agyában az a kényszerképzet van, hogy mindenki csak a celebeket szereti, az ostoba vetélkedőket szereti, a bentlakásos villákat szereti. És nézett ezeket? Kíváncsiságban? Igen, én belenézek természetesen. Belenézel vagy nézed? Hát mit tudom nem én, veszed föl, az, ha nem ötödik, az ötödik, nem tudom, villa sorozatot már nem nézem, vagy a 12. énekes produkciót már nem nézem, de egyébként persze érdekel, és csomó értéket is találok némelyikben. Megállnád te ott a helyen, János? Mit nem, gondolsz? Komolyan? Nem. Meg, de, vagy várjál, van egy olyan... Ha beköltöznek egy villába, és akkor Alekosszal nekem kéne... De hát, hogy tudod a nevét, hiszen... Hát hogy ne tudnám, hát mondom, lépést tartok. Tudnál vele beszélgetni? Tehát civilben tudnék, csak életveszélyes lenne, mert én nem... Mert szájon vernéd. Hát nem verném szájon, de mondjuk kiderülne, hogy nem egy súlycsoportban vagyunk. És ezzel most nem akarom őt bántani, mert ő ennek a doboznak a terméke. Uh-huh. Neki meg kell felelnie. Tehát tegnap épp néztem egy kereskedelmi csatornán egy fiút, aki akkor pályakezdőnek számította ki, most már nem tudom én, hatalmas nagy talkshow-i vannak, és producer, és a Liptai Klaudiával és az ő társával, aki ezeket a megavetélkedőket vezeti, csinált egy interjút, és figyeltem mindhármukat. Háromból ketten biztos, hogy nagyon tehetségesek. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ők olyanok tudnak csak lenni, amilyen az elvárás velük szembe. Ez egy más világ. Értem. És ez, tehát ez nagyon fontos, hogy nem az Alekoszt akartam bántani, vagy... Pedig nem bánnám.
Van, akit szívesen. De tenyérbe vászol. De őt speciál nem. Őt nem. A kérdésem oda irányult volna, csak elsiklottunk, hál' Istennek, hogy mondjuk, ha lenne egy ilyen tehetségkutatóverseny, nem a világról beszélek, akkor te lehet, hogy tudnád úgy vezetni, hogy mint szíves... riporter? Igen, mint műsorvezető. Riporter, azt már nem értik. Tehát műsorvezető, tudnád-e úgy vezetni, hogy esetleg egy másik korosztály is nézné emiatt? Hát nézzük, akkor vegyük sorjába, hogy milyen stílusú műsorok vannak. Tehát én azt gondolom, hogy például én egy elég jó éjszakai műsort tudnék csinálni. Megvan még bennem az a huncutság, az a vágy, az a csillogás, ami talán még fölkelthetne az érdeklődést. Én például egy igényes esti 16 éven felüli műsort tudnék csinálni, szívesen is csinálnék. És a Lekosszal? Nem a Lekosszal. Egyedül? Nem. Hát ha lehet, nyilván társakat hívok, meg produkció van, de hát abban művészet lenne, festészet lenne, irodalom lenne, színészek és színész nők lennének, szóval hát meg lehet jól csinálni. Boldogan csinálnék, és azt hiszem, hogy még megállnám a helyem tán egy reggeli műsorban. Adtál be te ilyen szinopszist? Dehogy adtam. Most az utóbbi... azt gondolod, hogy majd neked valaki szól? Hát ezt már réges-régen nem gondolom. Ez a világ nem erről szól. De hát de tudom, figyelj, ha beállsz valamit, lehet, hogy még működne is. Nem. Nem működne? Nem. Hát én nézném. Mi néznénk? Igen. Rádióknál... Aki most minket néző, nézné. Rádióknál próbálkoztam, az az igazság. Az utóbbi időben két nagyobb kereskedelmi rádióval is beszéltem, és mind a kettőnél az volt a helyzet, az egyiknél nagyon tisztán és egyenesen, az érdekes is volt, odajött a programigazgató srác, és azt mondta, hogy nézd, megkérdez, hogy tegezhet-e. Szóval én rajtad nőttem fel. Itt van, elhoztam a kigyűjtött anyagaidat, amiket annak idején én kijátszottam az éjszakai Danubius rádió, nem tudom, te annyira tudsz rádiót csinálni, hogy bocsánat a kifejezést, hogy beszarok, mondta ő. Igen. Nincs, azt gondolom, hogy vétek nem használni téged, de nem jöhetsz hozzánk. Mondom, és miért? Azt mondja, hát mert nem ez az elvárás. Mondom, várjál, csökkenne a hallgatói szám? Azt mondja, nem, biztos, hogy nem, mert te tudnál olyat csinálni, maradjon. Nem, az az igényszint nem kell, az túl jó, az túl magas. Mert lehet, hogy mást billent meg, vagy lehet, hogy egyszerűen csak egy ízlésbéli különbség. Épp itt miközben vártam erre a beszélgetésre, kollégákkal beszélgettünk, és mindenkinek az a vélemény, az öreg motorosok közül legalábbis szinte mindenkinek, hogy érdemes lenne egy kulturális rádiót, vagy kulturális televíziót csinálni. Amit ma megszüntetnének esetleg. Ha versenyezni lehetne, én hiszem, hogy ott lennénk az elsők között. Csak ez ugyanannyi pénz kell, ugyanannyi reklámidő kell, ugyanolyan műsoridő kell, tehát mindenben azonos feltételek mellett kellene versenyezni. Hogy erre nincs esély, de miért nincs? Van erre válasz, az drága. Tehát minőségi dolgot, profi színházat csinálni, felejtsük el az én szakmám, attól jó a díszlet, jó a zene, fantasztikus színészek vannak, a stáb olyan, hogy elájulsz, és olyan a világítás, és minden csuda, hát az pénzbe kerül. Azt mondja egy nagyon kedves barátom, hogy azért van szükség a különböző tehetségkutató versenyekre, mert az öregek elfáradtak. Lópikulát. Nem rólad beszélek. De nem fáradtak el ezt. Annyira már nem, az emberek vannak, nem öregek, meg nem fiatalok, meg nem középkorúak. Tehát ezt felejtsük már el. Vannak profi emberek, meg kevésbé profi emberek. Tök mindegy, hogy hány éves vagy. Te 4 évvel ezelőtt is ugyanennyit tudtál, meg most is remélem egy kicsit azóta tanultál, de nem bántani akarlak ezzel. Nem arról szól a dolog, hogy te közben 42 lettél-e, vagy 46, vagy éppen 28 vagy. Ez nem érdekes. Mennyit tudsz, apám? Mennyit tudsz a szakmából, mennyit tudsz az életből, hány könyvet olvastál el, mekkora a szókincsed, és eszedbe jut-e a dolgok közötti összefüggés vagy sem? Van-e empatikus érzéked? Ez nem attól függ, hogy hány éves vagy. Hát ez egy óriási baj a mai magyar társadalomnak, különösképpen ez már régen a tengeren túlon túl vannak. Hogy most csak a fiatala. És miért? Hát ez egy televízió csatornát, csak hogy akkor már szakmázunk egy kicsit, abban pontosan ugyanúgy kell lenni az 50-70 közötti embernek, és lefelé 10 vagy 20 évente, hogy minden egyes korcsoport képviselve legyen, mert az adja a mintát a nézőnek. Ez egy család. Igen. Miért billent meg Magyarországon a szeretet, a válásokra? Mert nincsenek nagy családok, nem látja a nagypapát. Miért félünk a haláltól? Nem látjuk a halált. Ahhoz, hogy az élet teljes legyen, ahhoz minden korosztálynak egyforma súllyal jelen kell lennie. A gyereknek, a tinédzsernek,
a 20 éves fiatalembernek, a harapós 30-asnak, a 40-es már bölcs érett embernek, és a nagyon-nagyon sok tapasztalattal rendelkező idősebb korosztálynak. És mindent fölismerték a világon, nálunk mindig spét van, nálunk mindig egy nagy marhaság van. Már 50 vagy, nincs állásod, de közértbe se, nem vagy a televízióba, rádióba se, sehol. Sehol. Hát ez egy abnormális dolog. Hát ugyanis nem tudja megtanulni a 30 éves tőle azt, amit meg kéne tanulni. De nem csak a viselkedést, a szakmát se. Semmit. Hát ezért fölborul a világ, ezért egyetemről kijött emberek országot azért vezetnek. Azért majmolják a másikat, mert neki megy. Hát, de nem megy. Hogy nem megy? Hát őket nézik. Hogy nem megy? Hát, de fiatalok... nem azért, hát azért nézik őket, mert nincs más apukám. Igen. Hát nem azért, mert... Hát persze, hogy egy család is együtt van egy ideig, míg el nem válnak nagyszülők nélkül, mert nincs nagyszülő, csak ez nem jó. És ezzel én nem azt mondom, hogy a hetes társbérleteket kell összezárni újra, és a dédnagyinak is. Nem, szóval nem, de azt gondolom, hogy ezzel jól érzékeltettem azt, hogy egyetlen egy dolog számít az én értékrendem szerint, milyen vagy. Ha a Kepest, hogy ne rólam beszéljünk, uh-huh. és még sok régi nagy nevet tudnék mondani, megfuttatnád százon bármelyik jelenlévő ifjú titánnal, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy a Kepes hátát nézni az ifjú titán, de nem biztos, csak lehet. De hát az lehetőséget miért nem adják meg a Kepeseknek? Nem tudom, világos. Értem. Na jó, de ez nem panasz, félreértés ne esik, de és hát aztán legfőképp nem az én panaszom. Értem, hogy nem panasz, de gondolom, csak hiányzik ez a lehetőség, meg csak hiányzik a képernyő. Én tudom, az ember egyszer belekóstol, akkor lassan már akkor is csinálja, ha nem éri meg. A siker fontos, tudod? Az, hogy megérje, sose érte meg. Az még mindig nagyon fontos, hogy néha jó dolgokat csinálják. Tehát az nagyon... Mondok egy példát neked. Ezt te is tudod, Miskolcon, a Művészetek Házában. Igen. 2010-ben, és nem tudom, átcsúszott, nem is csúszott át 2011-ben, 2010-ben egy jó pár alkalommal volt szerencsém, egy mondjuk úgy, hogy talk show-t, vagy valami furcsaságot létrehozzak. A Sándor Palikától, a Csonka Picik, csak hogy a Töröcsiktől, tehát hihetetlen. Elképesztő dolgok születtek. Én olyan boldog voltam, mint nagyon-nagyon régen. És élőben, tehát közönség előtt. Persze, mint egy színházi előadás. Nem tudtam elérni azt, Miskolci Televízió, hogy a városukban lévő produkciót, én ingyen odaadom, rögzítsék az utókor számára. Uh-huh. Volt úgy, hogy 4 nemzetszínésze volt egyszerre ott. És azt mondták, hogy ha fizetek 700.000 forintot. Tehát ez egészen elképesztő, tudod? De jó dologban részt venni? Hát még fizetek is érte, mint a parkolásért. Hogy a csodába? Bármikor. Persze, az hiányzik a jó dolog. Nézd, lehet más dolgokat találni. Te tudod, hogy amikor én ilyen pótcselekvésekre kényszerültem, akkor is sikeres voltam. Kitaláltam, hogy csináljak egy egészségligetet, és a Városligetben 7 alkalommal, egymást követő 7 nyáron 30.000 embereket szűrtünk le, egy 100.000-es nagy rendezvényé vált. Ingyen. Tehát azt mondtam, hogy végre valami jót csináljunk. Ingyen 20-30.000 embert a különböző kórházak, amiben nem kértünk senkitől semmi pénzt, államtól se kaptunk egy forintot se, fővárostól se. Mi megcsináltunk egy várost a gyerekekért, az idősekért és magunkért. Érted? Elképesztő vizsgálatok voltak. A tavalyi után, vagyis a most nyári után jött egy papíros, hogy fellebbezésnek lehetősége sincs, nem kapjuk meg a területet. A Városligetet. Azon gondolkodom, nem is fellebbezek, nem is nincs is lehetőségre, de hát, hogy milyen ország az, ahol a főváros vezetése kiküld egy levelet, és nem azt mondja... Nem szűrhetsz 30 ezer embert ingyen. Nem szűrhetsz le 30 ezer embert ingyen, nem csinálhatsz a gyerekeknek programot, nem vonulhat ki 3 kórház megmutatni, hogy mit tud, a gyerekklinikától kezdve, nem tudom. Tehát, és akkor azt mondod, hogy hát jó, akkor nem. Na most erre a 7 évre én folyamatosan ráfizettem természetesen, mert irdatlan munka, nagyon sok pénz, és nulla állami támogatás. Szerénység van, ha nem mondanám, egyiken lehettem, mint műsorvezetés, tényleg rettenetesen szóval pakolva minden. Na most én innentől kezdve miről beszélünk? Tehát az értéket
meg kellene jobban becsülni, de hogyha nem becsülik meg, én akkor is megbecsülöm, és nagyon boldog vagyok, hogy 7 darab egészségligetet a barátaimmal meg tudtam csinálni. Mm. Nagyon boldog lehetek, hogy most is tudok rádiózni ingyen, természetesen egy fillért nem kapok, ez évek óta. Én minden héten egyszer beülök 4 órára egy pici-pici rádióstúdióba, kifizettem a parkolási díjat, a benzindíjat, majd legközelebb már megyek, nem tudom én, gyalog, mert nem lesz rá pénzem, és megcsinálok valamit jót csinálni, jó. Igen. Tehát abból a szempontból igazad van, hogy valamit mindig kell csinálni. Ez igaz, vagy jó lenne, hogyha tudnánk valamit csinálni. És ha sincs, akkor mit csinálsz? Mindig van esély, hát akkor ez olyan, tudod, hogy a van másik, kihúzod a kis trombitát, a nagy trombitát, hát akkor meghódítom a nőket, nem tudom, akkor az unokáimmal játszom, az is minőség, tehát te annyi könyvet kell elolvasni, hogy ihaj. Igen. Szóval igen. Csak van egy minőség életre lehetőség, amit magadnak teremtesz meg. Ez egy fontos dolog. Mi a kicsit kifelé élő emberek jobban örülünk, boldogabbak vagyunk, hogyha a minőséget tudunk nyújtani másoknak. Tudod, mit segítsél? Hogyha ilyen intim dolgokról beszéltünk, ugye, hogy elég sokat dolgoztunk együtt, és tudom, hogy te nagyon-nagyon-nagyon nagy dohányos voltál. És most divat leszokni a cigiről, mert ugye nem lehet dohányozni sehol. E-cigi van már, igen. Hát mindegy, tök mindegy. Majd neked veszek. Azt mondd el nekem, én a tanúja voltam, csak hogy oszd meg a nézőinkkel, hogy hogyan kell leszokni a cigarettáról egy olyan dohányosnak, mint amilyen például te voltál. Ez 2 doboz cigi volt egy nap, ugye jól emlékszel? Hát igen, ha sok munka volt, igen, hogyha nem, akkor 1-1.5. Ne, ez nem a cigire vonatkozik, de azt hiszem mindent így lehet elérni, hogy tulajdonképpen akarni kell. Ez látszólag nagyon egyszerű, de hogyha az ember az agyával végig gondolja, mondjuk a ciginél én azt gondoltam végig egy pont után, 2 fontos dolog volt számomra. Az egyik, hogy láttam, hogy elkezd nagyon zavarni már másokat. Uh-huh. Ez nekem egy nagyon rossz érzés volt, mert azért az nem nagyon jó, hogy 1. 2. Azt láttam egy idő után, hogyha nem volt a kezem ügyébe, akkor én ideges voltam, és hogyha szóltam a mindegykinek, hogy menjen, vegyen egy cigit, de elfelejtette, akkor én harapni tudtam. Uh-huh. És aztán rájöttem, hogy azért ez így nincs rendben, arra jöttem rá, hogy a rács rázza a majmat. Na most, hogyha ezt végig tudod igazán gondolni, akkor nem szeretnék se rács lenni, sem majom, se semmi. Szeretnék jelen esetben még egy ideig Fodor János maradni, és úgy döntöttem, hogy ebből elég. Ha nagyon akarok valamit, akkor meg tudom csinálni. De ezek nagyon lassan érő folyamatok. Most például le kéne fogynom. Azt gondolom, hogy most vagyok annak vissza a határán. Vissza kéne szoktad a cigire, és akkor lefogynál. Nagyon sokat számított a cigi, meg egy sérülés, ami miatt nem tudok mozogni annyit. De azért ez nagyon hosszú idő kellett, hogy rájöjjek arra, vagy hogy elérjem azt, hogy igen, ezért dolgozni kell, ezért tenni kell, ezért szenvedni kell. Egy lassú folyamat. Ha az ember nem akar valamit csinálni, nem csinálni. Emlékszem, több hónap telt el, mikor abba hagytad keményen, tehát fogtad is nem tovább, és mikor beszélgettünk, emlékszem, hogy tapogattad a zsebedet. Hát persze. Te meg hoztad a cigit. Én hoztam, és így is kirágattalak. Hát persze, hát ez így van. Az ördög. Az ördög. Ajándékot, mint mindig, természetesen Arakszanda kérdő jóvoltából egy gyönyörű könyvet, Bok Józsi villányi borászbarátom jóvoltából egy bokküvét, Polgár Zoltán villányi borászbarátom jóvoltából pedig egy polgárküvét, a Vivát Bakusz együttesnek egy vadonatúj CD-t, valamint Moravec Balázsi Szabi Horváth Krisztián 2 műzikelje, az egyik a Zínyező 566, a másik pedig a Fejedelem CD-n. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is. Azt gondolom, hogy kéne egy ilyen honlapot csináltatnod, és az, aki nézi a műsort, nem csak engem, hanem mindenkit, annak lehetőséget kéne adnod, hogy leosztályozza a munkádat, vagy a munkánkat, ha úgy tetszik, vagy másokkal, és mondjuk 1-10-ig küldjön be egy számot, egyetlen egy számot, akkor látni fogod, hogy hányan nézik, milyen eredményt értem, mert azért az mindig fontos. Erre hányos kaptunk volna? Hát bárjál, itt nem tudom, hogy téged tudtak-e volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, mester. Én köszönöm. Minden jót kívánok. Hello. Köszönöm.